Volt egyszer egy szegény ember, annak volt egy nagyon rossz fia. Kutyafilkó. Annyi sok rosszat tett, olyan sok bűnt követett el, hogy a király börtönibe került, halára ítélték. A kivégzés előtt megkérdezte tőle a király, mi az utolsó kívánságod, tegyen velem egy próbát, felséges királyom ha a papját, a kántorját meg a harangozóját ellopom egyszerre, akkor kegyelmezzem meg nekem, ha azokat ellopod, akkor megkegyelmezek, akkor nem végeztetlek ki. Kutyafilkó mindjárt munkához látott szerzett egy hosszú fehér szoknyát, egy óriási zsákot, avval ment be a templomba. A hosszú fehér szoknyát magára húzta, és elkezdett énekölni, én vagyok a mennyből leszállott Gábriel arkangyal. Aki a mennyországba akar jönni, ebbe a zsákba be kell bújni, a papa templomban tartózkodott. Azt mondja, Dolores Pátris, oda én vagyok az első, bebújt a zsákba. Nem sokára jött a kántor. Kutyafilkó megint rázendített. Én vagyok a mennyből leszállott Gábriel Arkangyal. Aki a mennyországba akar jönni, ebbe a zsákba be kell bújni azt mondja a kántor, Dolores Patris, oda én vagyok a második, azt is bebújtatta a zsákba. Bekötte a zsák száját, kihúzta őköt a templomtó. Szembedjött vele a harangozó. Annak is elkezdte énekölni, én vagyok a mennyből leszállott Gábriel arkangyal. Aki a mennyországba akar jönni, ebbe a zsákba be kell bújni. Azt mondja a harangozó. Dolores Patris, oda én vagyok a harmadik, mint sietett a mennyországba, hát kutyafilkó feltette őköt egy taligára, azt mondja a pap, ahogy zötyögött a feje a taligán, jaj, tudtam, hogy a mennyországba göröngyös út vezet, de hogy ennyire göröngyös, nem gondoltam volna, eltolta őköt kutyafilkó a király pulykái közé, hát a pulykák elkezdtek ott gurgulázni. A pap meg, no, csak szengedezzetek, édes angyalkáim, én is köztetek vagyok. Reggel a szolgáló kinyitta az ólajtót. Mindent meglátott. Jelentette a királynak, hogy a pap, a kántor meg a harangozó ott vannak a pujkaolban. Így megkegyelmeztek kutyafilkónak.